Sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Kéménci Kálmán vagyok, és a Firefox OS-ről fogok pár szót szólni. Az előadásom célja inkább az, hogy megtudjuk körülbelül, micsoda ez. Körülbelül mindenki értse, hogy miről van szó. Inkább egy ugródeszka lesz a további információkhoz, amit majd kint a kiállítói pultnál lehet föltenni, ha valaki odajön. Azt hiszem, a Firefoxot mindenki ismeri. Ez már csak azért is, mert hihetetlen nagy sikersztori a Mozilla alapítvány életében. Körülbelül több mint 500 millió user használja napjainkban, 21%-os piaci részesedéssel rendelkezik, 80 nyelven elérhető, az addon kiterjesztés letöltések száma 3 milliárd fölött jár, és vajon mi lehet az a 4K, erre nem emlékszem. Ja, megvan, kb. 4000 közreműködő van, aki dolgozik a Firefoxban, ennek egy része nyilván fizetett, de a nagyon nagy része közösségi munkából. Ugye azt tudni kell, hogy a Firefox népszerűsége mellett mindenképpen a Mozilla alapítványhoz kötődik, ugye ez egy non-profit szervezet, de el kell mondanunk, hogy a Mozillának ez csak egy projektje a sok közül. Nyilván az egyik legsikeresebb, de mégiscsak az egyik. Rengeteg olyan dolgot csinál a Mozilla ezen kívül, ami nem feltétlenül a Firefoxhoz kötődik. A nagy kérdés általában mindig az, hogy oké, okay, de akkor amit csinál a Mozilla, azt miért csinálja, Firefox hogy kapcsolódik ehhez, stb. Stb. Ez nagyon egyszerűen nyomon követhető, ugyanis van egy úgynevezett Mozilla manifesto, amit egyszerűen Mozilla kiáltványnak mondunk. Ez a Mozilla kiáltvány röviden leírja, hogy ennek a közhasznú szervezetnek mi is a célja a ténykedésével kapcsolatban, és ha nagyon beletekintünk az alapelvekbe, akkor arról szól, hogy tulajdonképpen az internet az egy olyan publikus, mindenki számára elérhető, vagy olyan mindenki számára elérhetővé kéne tenni, és ezért kell mindent, minden követ megmozgatni. Tulajdonképpen ebben summázhatnám azt, hogy az alapelvek miről szólnak, tehát főleg az átláthatóságról, a cenzúramentességről, a nyílt szabványokról, és minden ehhez kapcsolódóan a internetezés, illetve az interneten megjelenő tartalmakkal kapcsolatban. Ugye, ha megnézzük a szótérképét ennek a kiáltványnak, ugye ezek a dolgok köszönnek vissza. Ugye a Foundation, Benefit, People, Open, Public, stb. Stb. Mindenkinek javaslom, hogy olvass el. Lényeg az, hogy bármit is tesz a Mozilla, mindig ez a kiáltványban szereplő alapelvek számítanak. Tehát ha valamit megkérdezünk, hogy ezt vajon kéne tennünk, vagy nem, akkor ez a manifesztóhoz fordulunk. Ugye a Firefoxnak az egyik nagyon nagy célja az volt, hogy azokat az embereket szólítsa meg, vagy azokat az emberekhez jusson el, akik desktopon interneteznek, tehát valamilyen munkaállomáson, laptopon, stb. Azonban a világ egyre inkább változik, és azt veszük észre, hogy körülbelül 2 milliárd olyan ember él a Földön, akinek nem igazán van számítógépe. Ugye 2012 eleje volt az első olyan év egyébként, amikor több smartphone-t adtak el, tehát okostelefont adtak el, mint személyi számítógépet. Gondoljuk el az olyan emberek körét, akik feature phone-t használnak, vagyis olyan telefont, ami kifejezetten telefonálásra való, ilyen például a nyomógombos Nokia, vagy a széthajtható Samsung. Ezek az emberek sokkal többen vannak, és viszont őket is eléri az internet. Tehát ezeken a készüléken nyilván nagyon-nagyon, ezeken a feature phone-okon nehéz internetezni, viszont ahhoz, hogy megugorjanak egy olyan lépés, hogy mondjuk egy okostelefonhoz jussanak, amivel ez nyilván egyszerűvé válik az információt, megkapják, ahhoz pedig rengeteg pénze van szükség.
Tehát nagyon nehéz egy olyan okos telefont venni, ami nem egy nagy beruházás valakinek. Tehát a nagy kérdés az, hogy oké, hát ezeknek az embereknek hogyan biztosítsunk szabad elérést az internethez, amely egy mindenki számára elérhető információ forrásnak kell tekinteni. Mit kell tudni egy ilyen telefonnak? Ugye egyrészt nem szabad, hogy drága legyen. Tehát az kifejezett cél, hogy egy olyan telefont kell biztosítani ezeknek az embereknek, amik a 100 dolláros kategória körül van. Nem szabad, hogy vendorlockot okozzon, tehát olyan modularitásra kell tudni felépíteni, ahol a komponensek egyszerűen cserélhetők, nem kötődik speciális hardverekhez, nem kötődik szabadalmakhoz, és nem kötődik igazából szorosan semmilyen céghez, illetve profitorientált céghez, amelynek valamilyen más feladata van ezzel kapcsolatban. Ezeket a irányelveket figyelembe véve a Mozilla úgy döntött, hogy egy Firefox operációs rendszeren, Firefox OS néven futó mobil operációs rendszeren kezd el dolgozni. Azért, hogy ezeket biztosítani tudja ezeknek a felhasználóknak, akiknek a száma egyébként egyre inkább bővül. Nincs igazából alternatívra ezeknek a felhasználóknak, hiszen az okostelefonok általában ugye a felső kategóriát célozzák meg. Mi kell egy ilyen telefonhoz, hogy egy ilyen telefon elkészülhessen? Ugye nyilván kell az operációs rendszernek egy mag, nyilván kellenek azok a biztonságot nyújtó feltételek, ami alapján a felhasználó saját maga kontrollálhatja ezt az egész dolgot. Ugye kellenek hozzá alkalmazások, kell hozzá egy hardware, ugye nyilván amin futtatjuk ezt az egész dolgot, és nyilván kell valami fajta, azt mondanám marketing, de egy olyan kommunikáció ezeknek az emberek felé, hogy megértsék, hogy mi is ez. Beszéljünk először kicsit a magáról, az operációs rendszerről. Az operációs rendszer három stackből áll tulajdonképpen. Az első stacket gongnak hívják, ami teljesen hasonló, mint az Androidban lévő felület. Ugye itt az, ahol egy Linux kernel szerepel, és itt az, ahol bizonyos firmware driverek, stb. Dolgok szerepelnek. Erre épül maga a Gecko. A Gecko egy mindenki számára használt vagy ismert dolog, csak nem biztos, hogy tud róla. Ugye ez a Firefox OS-ben található rendering engine. És ami az érdekessége, tehát itt történik a webfelülettel való érintkezés. És ami nagyon érdekes, hogy a Mozilla úgy döntött, hogy web apikat fejleszt azért, hogy ezzel ez a Gecko réteg a hardware GOG réteg szintjével kommunikálni tudjon. Mit értünk ez alatt? Ugye az, hogy mivel ez a Firefox OS egy HTML5 JavaScript alapú operációs rendszer, innentől kezdve ez a Gecko motor kapcsán, ez a HTML hívásokat közvetlenül meg tudjuk tenni ezek a hardverek felé. Mire gondolok itt? Az akkumulátorra, a fényképezőre, bármilyen eszközre, ami igazából hardverként szerepel, és valahogy el kell tudnunk érni az alkalmazásokból. Ezek a web apik ugyanolyan nyílt forráskódok, mint bármi, amit a Mozilla csinál, sőt, ezek mind vagy a V3C által már elfogadott, vagy V3C előtt álló szabványoknak tekinthető, és azoknak az implementációja. Miért fontos ez? Azt szeretnénk igazából elérni, hogy ezeket az apikat más gyártók, más böngésző gyártók vagy fejlesztők is használni tudják. Vagyis, ha jön a Chrome, az Opera, bárki azt mondja, hogy igen, ezeket szeretné használni, welcome. Tudni kell, hogy a Mozilla-nak nem az a célja,
nem az az elsődleges célja, hogy a Firefox OS legyen mindenhol. Az elsődleges célja, hogy nyílt, szabványos, átlátható, komponensekből álló mobileszközök készüljenek. Erre az egészre épül a Gaia, ami tulajdonképpen ennek a vizualizációs rétege, tehát amit megjelenítünk. Itt már minden HTML-be, JavaScript-be, CSS-ben történik. Biztonság. A Mozilla számára mindig kiemelt fontosságú maga a biztonság, illetve az, hogy a felhasználók saját maguk tudják eldönteni, milyen típusú vagy milyen adatot adnak át az interneten valamelyik harmadik félnek. Éppen ezért a Mozilla egy háromrétegű alkalmazás biztonsági rendszer dolgozott ki. Három osztályba sorolja az alkalmazásokat, amik futathatók ezek a Firefox OS-en. Az egyik a úgynevezett hosted app, azt jelenti, hogy saját szerveremen felrakhatok egy alkalmazást, az bárki letöltheti, viszont az ilyen alkalmazások csak korlátozottan tudnak hozzáférni bizonyos webapikhoz. Például sosem fogok tudni egy olyan alkalmazást készíteni, amely fölhív egy telefonszámot, és azt a saját szerveremen tárolom. Tehát egyszerűen nem engedélyezi ezt az app. A második számú ez a Privileged App, amelyek az úgynevezett Marketplace-nek hívják ezt a Mozilla-nál, alkalmazás tárolóba kerülnek, és onnan tölthetők le. Itt már sokkal több hozzáférés engedélyezhet, tulajdonképpen majdnem minden. Van egy úgynevezett security policy, amit részletesen tárgyalja ezt, és amit be kell tartani az alkalmazás fejlesztőinek. Tehát például, ha arról van szó, hogy egy alkalmazás valamihez hozzá akar férni, akkor nem csak az, hogy meg kell kérdezni azt a felhasználót, de a felhasználó az bármikor vissza is vonhatja. Ugye sok olyan alkalmazás van más ilyen rendszereken, ahol például az egyszer történik csak meg. Én iOS-en találkoztam olyan alkalmazásra, aki első telepítéskor megkéri, hogy hadd érje el, nem tudom, a címjegyzékemet, holott tudom, hogy az alkalmazás soha nem fogja használni a címjegyzéket. De mivel ez később nem módosítható, és a fejlesztők nem tudják, hogy a későbbi verziókban esetleg lesz-e ilyen funkció, ezért az első telepítéskor elkérik ezeket. Ezek mind ilyen nonsense dolgok kicsit. Ez egyébként változik, tehát többi gyártónál is próbálnak egyre szakszerűbben alkalmazkodni ehhez, de azért itt van még mit tenni. A harmadik lépés az a Certified App, ami igazából maga ez a Firefox OS része. Ezt igazából csak a Mozilla és a partnerei nyúlhatnak hozzá, minimális azon dolgok köre, amit csak itt írhatjuk el. Egyébként a dokumentáció, ami ezzel foglalkozik, rendkívül részletes és széles körön bemutatja, hogy miről is van szó. Igen, itt van például egy ilyen jogosultság kérő képernyő a Firefox OS-en. Fontos még megemlíteni, hogy sokszor találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy mi az a Gecko, pontosabban a Boot to Gecko, és mi az a Firefox OS. Ugye a Boot to Gecko kifejezés az, hogy egy olyan elindítható rendszert készítünk erre a mobiltelefonos platformra, amely utána egy Gecko-t indít el, és amelyre valamilyen HTML-es szoftver tartalmat el tudunk indítani. Tehát a Boot to Gecko és a Firefox OS teljesen ugyanaz, a különbségek a következők. A logók, minden olyan, ami védjegynek számít a Mozilla-nál. Tehát aki forkolni akarja, vagy bármit akar csinálni a Firefox OS-sel, az a Boot to Gecko projekthez kell, hogy forduljon, ott tud bármit csinálni. Igazából ez a minimális különbség, ez a védjegyekkel kapcsolatos. De hiába csinálunk egy mobil telefont, hogyha nincsenek rá alkalmazások. Hoho, és most kell begyorsítanunk. Akkor gyorsan elmondom, mivel itt minden HTML-ben íródik, tehát az alkalmazások HTML-ben íródnak, nagyon profán akarok lenni, minden alkalmazás igazából lokál hostra letölt egy HTML
JavaScript, CSS csomagot, és azt ott futtatja. Ugye fontos megjegyezni, sokkal több fejlesztő áll rendelkezésre, aki HTML-ben valamilyen szinten gyakorlott, mint például iOS vagy Androidon. A fejlesztőknek kiadtak egy úgynevezett szimulátort, ami a Firefox böngészőben egy add-onként szerepel, teljesen úgy működik, mint a telefon, nagyon egyszerűen lehet rá fejleszteni. Ugyanazokat a development tools-okat kapja meg az ember, amit a Firefoxban megszokott, és mivel ugye HTML-t fejlesztünk, tulajdonképpen azoknak az embereknek a bevonása, akik fejleszteni szeretnének, rendkívül könnyű. Sok neves gyártó már most elkészítette az alkalmazásait, ugye még nem indult el igazából a Firefox OS, most kezdődik, de már most vannak alkalmazások, és például játéktéren az EA is azt mondta, hogy igen, szeretne alkalmazásokat látni. Nagyon érdekes a market hozzáállásban a tartalomalapú keresés. Ugye addig, míg más marketekben a szoftver nevét kell kitalálnunk, itt tulajdonképpen azt kell mondani, hogy mit szeretnénk elérni. Itt a példában ugye a New York Yankees-t írtuk be, és annak megfelelően különböző szoftverek jöttek föl. Tehát mit akarunk a Yankees-zel? Tehát nem az alkalmazás oldalról közelíti meg, hanem a felhasználó oldaláról. Körülbelül így néz ki az app, amit most látni lehet, ami nagyon fontos, hogy felhasználóhoz kötött minden alkalmazás, nincsen semmi DRM benne, nincsen megkötve hány darab device-ra lehet majd telepíteni, hanem minden a felhasználó fiókhoz kapcsolódik. A fizetések ugye történetnek kártya alapon, illetve előfizetés alapon, tehát a telefon előfizetés számlájával lehet megkapni az alkalmazást veszünk, illetve lesznek prepaid megoldások, itt azt veszünk 50 dollárért, vagy nem tudom Magyarországon, hogy működik, majd egy kártyát, amit utána levásárolhatunk. És ami nagyon fontos, hogy az összes alkalmazás, mivel ez igazából egy böngészős alkalmazás, fut Androidon is. Tehát ezek úgynevezett hosted appok. Androidon a Firefox böngészőben. Van egy nagyon érdekes weboldal, ugye a hardware-ről beszélünk, ahol komponensekre szét van bontva, és meg van jelölve, milyen bagok vannak, ez a rvmobile.com. Ilyen nagyon érdemes megnézni, nagyon izgalmas dolgokat láthatunk, hogy hol áll éppen a fejlesztés. Ezek a gyártók most hardvereket gyártanak már a Firefox OS-hez, illetve a Foxconn most jelentette be két napja talán az, hogy tabletgépet is gyárt Firefox OS-re. Hol fog megjelenni a Firefox OS? Talán ez a legizgalmasabb. Az első hullámban Kolumbia, Brazília, Venezuela, Mexikó, talán még Spanyolország is ebben a hullámban tartozik. Nem tudom, mi mindesetre a második hullámban vagyunk benne. Erre a 9 országra lesz elérhető a Firefox OS idén. Ez azt jelenti, hogy a Telenornál lehet idén olyan telefonokat kapni, amely Firefox OS-t fog használni. És nagyon fontos a hype, tehát ez a marketing dolog. Most volt az éves mobil konferencia Barcelonában, hihetetlen nagy érdeklődés mutatkozott a telefon iránt, és az operációs rendszer iránt, illetve hihetetlenül nyomott áron egy rendkívül jó, könnyen fejleszthető megoldást kívánnak adni annak a felhasználói közönségnek, aki ebbe a piaci szegmensben tartozik. Ennyit szerettem volna mondani a Firefox OS-ről. Kint a standon bárki jöhet, simogathat telefont, és aki szeretne további kérdést, itt elérhet, levelező listánk van, bármink van, gyertek. Köszönöm szépen!